Nemzetközi úszó és vízilabda eseményeknek is otthont adó Uszoda komplexum épül 3,5 milliárd forintos állami támogatásból Gödöllőn. A kormány nemrég kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházást. A döntést október 8-án a Szent István Egyetem rektori dísztermében Víg László, a sportért felelős kormányzati miniszteri biztos jelentette be. A sajtótájékoztató jelen volt még Vécsei László, a választókerület országgyűlési képviselője, és Tőzsér János, az egyetem rektora. A kormányzati beruházás ötletéről és annak előkészületeiről először március 6-án hallhattunk. Akkor Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere beszélt az új úszoda megépítésének lehetőségéről. Azóta lefolytatták a különböző egyeztetéseket, s megszületett a kormányzati határozat, mely szerint bő 2 év múlva új úszodája lehet Gödöllőnek. A beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok. Kormány döntött erről a projektről, a mértékéről, hogy közel 3,5 milliárd forintos beruházásról lesz szó. Új fedett létesítmény, egy nagy versenymedencével, ami mind edzésre, versenyre, szabadidősportra alkalmas, közel 1000 fő befogadására alkalmas lelátó, hogy akár helyben az úszóversenyeket, vízilabda és egyéb rendezésű mérkőzéseket is meg tudják a nézők tekinteni. Teljesen természetesen emellett egy kisebb, egy 25 méteres bemelegítő edző medence is a rendelkezésre áll, hogy egyszerre akár 2-3 egyesület, vagy éppen akár testnevelés óra is tudja használni, hiszen ugye ez éke létesít, ez az éke lesz a környezetnek. Körülbelül 20 éve várnak a gödöllőiek, ahogy kaptam a tájékoztatást magára erre az épületre, erre a komplexumra. Teljesen természetes, hogy egyéb kiszolgáló létesítményei lesznek, konditerem, wellness részleg, illetve ugye a maga kiszolgáló létesítmények, a szociális részek is megtalálhatóak lesznek a projektben. A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy rövidesen kiírják a tervpályázatot, amelyhez várják a helyi lakosság, a sportklubok véleményét is. A pályázatnál a tervek között egyebek mellett előnyben részesül a megújuló energia hasznosítása. Az úszókomplexum építési munkálatai várhatóan 2016 közepére fejeződnek be. Az előkészítésre megfelelő időt szántunk, a másik oka pedig, hogy megvannak azok az eszközeink, lehetőségeink, hogy akár ennél gyorsabban is végre tudjuk hajtani a beruházást, viszont itt az a döntés született mind az egyetem oldaláról, mind a város kérésére, hogy kiemelten kezeljük a város és a környezetének az igényeit, illetve azt, hogy ők mit szeretnének látni ebben a projektben. A beruházás a város központi részén az állami tulajdonú, a Szent István Egyetem vagyonkezelésében lévő, több szakot is kiszolgáló 3 hektáros kertészeti tanüzem területén valósul meg. Tőzsér János, az intézmény rektora elmondta, hogy az oktatói gyakorlati bázis a szárítópusztára költöztetik át, ahol az oktatói, kutatói és tanácsadói munkának, valamint a szemináriumi helyiségnek is helyt adó épület épül. Az áttelepítés nem fogja zavarni az oktatást. A tanüzem feladatai az oktatás mellett a kutatást is szolgálják. 59 éve folytonosan ezen a telephelyen öntözéses, zöldségtermesztéses témakörű kutatómunka folyik. Egy hosszú tartalomkísérlet. Jelenleg 5 napparos doktorandusz hallgató témája van folyamatban, tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket az előbb említett kutatási témákat majd az új helyen lehessen folytatni majd, illetve a hallgatóinknak az oktatási feltételeket tudjuk biztosítani. Néhány szót az új helyről. A Szárítópusztán van egy növénytermesztési tanüzem, jelenleg is már, és a Szárítópusztai tanüzemhez kapcsolódóan egy 3 hektárnyi területet terveznénk az új kertészeti tanüzem helyéül. A célja ennek az új tanüzemnek az, hogy 3 dolgot elégítsen ki az oktatás, kutatás és esetleg a szaktanácsadás területén. Lássa el a szántóföldi növénytermesztés témakörében a felmerülő feladatokat, mutassa be és legyen mód az ökológiai növénytermesztés specialitásainak a megjelenítésére, és utoljára, de nem utolsó sorban a kertészet
mint fő terület is csatlakozna. Tehát ez az egyetem határozott elképzelése, hogy ezt az előbb említett három tevékenységet együtt próbálja az új tanüzem megoldani. Az 50 méteres versenymedence mellé 1000 fős lelátó, 25 méteres bemelegítő tanmedence, valamint wellness részleg 20 fős szaunával, merülőmedencével, 8 fős pezsgőfürdővel és egyéb kiszolgáló helyiségekkel is épül. Vécsei László, a körzet parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a finanszírozás biztosított, a kertészet áttelepítése folyamatban van. A jelenlegi fázis legfontosabb fejleményének azt tartom, hogy az egész beruházás tender keretében, tehát versenypályázatok keretében fog történni. Miért fontos ez? Akkor, amikor a bejelentést tettük, nagyon sokan kérdezték tőlem, mint országgyűlési képviselőtől, hogy vajon lesz-e a gödöllőieknek, környékbelieknek bármiféle beleszólása abban, hogy ez az uszoda, ez hogyan készüljön, milyen eszközöket alkalmazzon, milyen kivitelű legyen, és azóta is nagyon sokan megkeresnek. Részben magánszemélyek, választópolgárok, akik hát sokszor esztétikai szempontokat vetnek föl, de nagyon sok környékbeli gödöllői cég is, akik energetikai, megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos felvetéseket tesznek, zöldtető, rendelkezésre álló melegvíz esetleges hasznosításával kapcsolatos javaslatokat. Tehát nagyon fontosnak gondolom ezt a fejleményt, hogy a beruházást ki tudjuk nyitni a gödöllőiek és a környékbeliek felé. Ennek keretében a ECR-ra létrehozott honlapon egyébként azonnal megkezdjük a tájékoztatást, és minden egyes fázisról megfelelő mélységű terjedelmű tájékoztatást fogunk adni, és ezt interaktívvá szeretnénk tenni. A sajtótájékoztatón felhívták a figyelmet arra, hogy a projekt kialakítását a lehető legszélesebb körben szeretnék megvitatni, ezért a gödöllőiek számára elérhetővé teszik a terveket a www.gödöllőiuszoda.hu honlapon, és várják az interaktív együttműködést mindazoknak, akik fontosnak érzik ennek a beruházásnak a megvalósulását.